Lehet, hogy a videó alatt fogtok hallani ilyen nyöszörgő hangokat. Ez az RS. Jó, kint nagyon fúj a szél, és ez az RS hangja, nem tudom, hogy be fog-e hallatszódni a videóba. A lényeg, hogy ez nem a Ferrari hangja, jó, nem raboltam el, és, és nem zártam be sehova, nem ő nyöszörög. Felmentem az ATV YouTube csatornájára, és mi jött szemben a mi... Putin propaganda, hát mi más? Krausz Tamás bácsi, aki történész, adott egy interjút Király Tamásnak és Gavra Gábornak, de hogy pontosan hol, milyen csatornán, az elég bonyolult ez a két tűz között első adása, egy vadonatúj műsor, ami egyszerre látható az ATV YouTube csatornáján, az Ultrahang YouTube csatornáján, és a vendégünk Krausz Tamás YouTube csatornáján is. Hát így kell három legyet ütni egy csapásra. Felveszünk egy darab videót, és egyből három különböző YouTube csatornára feltesszük. Ez igen. Szóval ez az új műsor német Sanyi bácsi ATV-jének és az Ultrahang YouTube csatornájának a közös projektje. Az ultrahang ugyebár az a csatorna, ahol Király Tamás, aki nemrég még Cseszkó Tamás volt, olyan rendkívül hiteles és komolyan vehető biztonságpolitikai szakértőkkel szokott beszélgetni, mint például Nógrádi György vagy Georg Spötle. Georg Spötle akkor vált igazán hiteles szakértővé, amikor elújságolta, hogy elrabolták az ufo és jól megdolgozták többször is, és ezt tök komolyan mondom, nem ér röhögni, Spötle úr annak idején a negyedik magyar UFO-kongresszuson is előadást tartott az idegenekről, ma pedig hát a Fideszhez köthető különböző médiumokban világosítja fel a embereket a valóságról, nagyon-nagyon hitelesen. Szóval ebben az új műsorban az ATV-t Gavra Gábor újságíró képviselte, az ultrahangot pedig természetesen Király Tamás, akit, mint említettem, nemrég még nem így hívtak, hanem Cseszkó Tamásnak. Tamás, tudtommal nem rabolták el az ufo még... Viszont elítélte őt a bíróság jogerősen három különböző ügy miatt. Költségvetési csalás, a számvitel rendjének megsértése és hamis magánokilat felhasználás miatt egészen pontosan egy év börtönt kapott a kolléga, két évre felfüggesztve. Cseszkó gazdaságos Tamás, hogy ne csesztessék a múltja miatt, vélhetően ezért, de lehet, hogy másokokból nevet változtatott, sőt, az egész család is nevet változtatott, a család neve egy ideje király. És a csávó azt írta erről a Facebookra, hogy szüleimmel együtt családtörténeti okok miatt úgy döntöttünk, hogy mindjárt vezetéknevet változtatunk. Még ízlelgetem a hangzását, de szerintem nagyon király, és valóban nagyon király, ha az ember nem vállalja a múltját. De persze bizonyára nem ez volt a névváltoztatás oka, biztos én vagyok rossz indulatú. Na de akkor foglalkozzunk az interjú főszereplőjével, Krausz Tamás bácsival, aki nagyon erőseket mondott. Például elmondta, hogy ugyan nem lehet megjósolni, hogy mi lesz a háború vége, de azért ő mégis megjósolja, hogy bizonyos területeket az oroszok tutira meg fognak tudni tartani. Tehát most ott vagyunk, hogy annyit mondanék, hogy egy olyan kompromisszumos megoldásra kell számítania, amelyen végső soron az oroszoknak az alkotmányba beírt négy terület plusz krim, ez, 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 lesz az a minimum, amivel Oroszország ebből ki tud szállni jelen pillanatban. De vannak olyan elképzelések, hogy egész elmennek a nyeperig, és a nyeper lesz majd a természetes határ, ez senki nem tudja ma még megjósolni. Vagy pedig Putyin visszatakarodik oda, ahonnan jött. Ez pontosan ugyanúgy lehetséges. Ha viszont ez így van, amit ön mond, akkor, és ha emellé tesszük az ukrán deklarált hadicélokat, amik azért világosabbak legalábbis szavakban, mint az orosz hadicélok, ami azt, ugye ők azt mondják, hogy az utolsó orosz katonának is el kell hagynia a krímet Igen. is beleértve Ukrajna nemzetközileg elismert területét, hát akkor ez még nem, hogy jövőre, ez még nagyon-nagyon sokáig fog tartani. A béketárgyalások van, mikor évekig eltartanak a történelem tanúsága szerint, sok éven keresztül lehet egy béketárgyát, csak már tárgyalnának. erre, azt szokták mondani, csak már a diplomácia átvenné, ne kelljen ennyi ukrán embernek meghalnia. Mert, mint látjuk, ugye az ukránoknak kerül ez több ember életet tekintve. Nem. Nem az ukránoknak kerül többbe, hanem az oroszoknak. Mivel az ukránoknak sokkal jobb fegyvereik vannak, ezért sokkal több orosz katona hal meg ebben a háborúban, mint ukrán. Itt volt egy fordulat közben amikor áttértek egy új stratégiára. Orosz oldalon. Orosz ez a felmorzsolás stratégiája. Ez elég látványosan megtörtént, mikor ez az új főparancsnok jött, aki most a rakétaerőknek a főparancsnoka. Akkor ő rögtön azt a szót használta, ezt már itt azt valahol mondtam is, hogy Pere Malévaem, hogy felőrőjük az ukrán erőket. Tehát itt most erről van szó. Vagy pedig arról van szó, hogy az oroszok magukat öllik fel. Hát váljunk még az ilyen erős kijelentésekkel. Jó, hogy az oroszok felüllik az ukrán erőket, ez még nagyon nem dőlt el. Azt szokták mondani, hogy ez a bizonyos mondás, ez bismarck ered, hogy a, az oroszok lassan nyergelnek, de gyorsan vágtatnak. Na most úgy néz ki, hogy, hogy a nyergelés állapotából most mennek át tulajdonképp lassan a vágtába ajaj, de még csak most fognak vágtázni az oroszok, jönnek lovakkal és vágtázni fognak, csak nehogy valami bajuk essen szegény lovacskáknak. De hogyha elég gyorsan vágtáznak, akkor nincs az a nyugati golyó, amelyik el tudja őket találni. Úgyhogy ezt figyelembe kell venni a nyugaton, és a nyugat ezt figyelembe is veszi, hiszen egyre eszkalálja, 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 úgyhogy nem ad szanszot arra az oroszoknak, hogy kiugorjanak a háborúból. Akár milyen béketárgyalással, tehát mindig egy-egy lépésre kell az oroszoknak reagálni. Tehát a nyugat még mindig elbizakodott. A, a, ebben a dologban, mert hát ők úgy gondolják még mindig, hogy az utolsó ukránik folyjon vér és a harc. De baromi ismerős ez a szöveg nekem valahonnan, csak azt tudnám, hogy honnan. A nyugat az utolsó ukránik harcol, eszkalálja a konfliktust, és nem ad esét az oroszoknak a békére, pedig ők békével jöttek. Az oroszok békepártiak. De ez a háborúpárti nyugat nem hagyja a szegény oroszokat kiszállni. Hát amíg a nyugat ilyen erőszakos, esély nincs a békére. Amikor bevetették azt a britek, hogy a hadszintére ezt a Alacsony hatásfogú urál lőszereket fogják használni, amit tudjuk, hogy hogy működik. Hát Jugoszláviában is bevetették, Irakban is, és tudjuk, hogy ez tényleg egy szörnyűség és környezeti katasztrófa, emberi katasztrófa minden. Az lehetetlen, hogy erre az oroszok ne válaszoljanak. Tehát ezt minden, Putyit letartóztatják, természetesen ez egy vicces, senkit nem érdekez, kamu, miért tartóztatnák le. Tehát ez jogilag sincs kitalálva. Ez csak egy provokatív lépés, ez nincs végig gondolat. Attól, hogy a tűzvonalba hátra visznek gyerekeket, hát mit kellene a gyerekeket csinálni? Hát rakéta, tűz van, ott azon a területen egyszerűen nem lehet emberi életet élni. A gyerekek meg biztonságban vannak, ez nem emberrablás. Na jó, szóval. A szegényített uránt tartalmazó lövedékek semmilyen környezeti katasztrófához nem vezetnek, ezek ugyanis nem nukleáris lövedékek. Ezt a Putyin terjeszti, meg most itt a Krausz Tamás, hogy ez egy nukleáris fegyver, pedig dehogy is az. A Putyin elleni elfogató parancs pedig sajnos nem kamú. Ugyanis ha Putin mondjuk Nyugat-Európába látogatna, letartóztatnák, mert hogy háborús bűnös. Lehet, hogy Krausz tanás meg a Putin ezen nagyon meglepődnének, de ez bizony bekövetkezne. Kivéve, ha hozzánk jönne, mert mi valószínűleg német szilárd pacaljával várnánk, meg nagyon sok szeretettel. Ami meg a gyerkőcöket illeti, hát tessék megkérdezni a szüleiket, hogy szerintük a gyerekeik deportálása Oroszországba az úgy micsoda. Jó, hát a történész úr szerint a Putyin ezeket a gyerekeket megmenti, de én nem vagyok egészen biztos abban, hogy ezzel az ukránok is egyetértenek. Egyébként barom érdekes, hogy a Gavragábólnak ezekhez a baromságokhoz egyetlen szava nincs. Mert azt tökéletesen értem, hogy az ultrahangos király Tamás mindennel egyetért, amit elhangzik, de hogy a Gavragából nem kérdez vissza, hogy miért tetszik hülyeségeket beszélni, az nagyon kemény. A háború alatt Oroszország katonailag valójában nem legyengült, hanem úgy tűnik, hogy nagyon is megerősödött. És mindazok a szankciók, amelyeket bevetettek Oroszország ellen, bárhogyan ítéljük meg ezeket a szankciókat, ezek nem tették Oroszországot adakta. Aha. Oroszország megerősödött. Hát ezt látjuk. Egyáltalán nem kínlódnak az ukránokkal. Oroszország nagyon erős katonailag, a Tamás bácsi megmondta. A szankciók meg egyáltalán nem működnek, bárki bármit is mond. Mondjuk ez a szöveg is nagyon ismerős, de honnan is? Azt Oroszországban hogy lehet eladni, hogy azok a területeket, amelyeknek úgymond a megvédésére elindult az a háború, mármint most a háborúnak a mostani szakasza 22. februárjában, gyakorlatilag ennek az eszkalát, az orosz oldalról bekövetkezett eszkalációnak köszönhetően Gyakorlatilag porrá lőtték. Tehát a, hát nagyon köszi a felszabadítást. Mondhatnák a helyiek, ha én helyi lennék, akkor ezt gondolja. Na most a lakosság egy része nyilván ezt gondolja. Vagy ahol még kétszer átvonult a front, vagy... Hát a lakosság egy része így gondolja. A lakosság másik, nagyobbik része, amely Putyin mögött áll, az pont ellenkezőleg gondolja, hogy a Putyin miért nem hamarabb kezdte el ezt az egészet. Hát, miért csak most lőttétek szét a házamat, a fenelgyen meg titeket? Miért nem korábban? annyira tudtam volna örülni annak, hogyha már évekkel ezelőtt szétbombáztátok volna a házat, mert így sokkal jobban néz ki. Nagyon bejön nekem ez a minimál stílus. Eredetileg is ilyenre szerettem volna felújítani, de az orosz hadsereg szerencsére besegített, és most aztán totál minimál stílusú lett az egész. Hát most már nem kell légkondi hiszen minden irányból jön a friss levegő, és bármira tetszik nekem ez a nyitott tér. Átlátható az egész ingatlan. Jó, hát mondjuk az értéke némileg csökken, de miért akarnám eladni? Köszönöm, Putyin. Miközben látjuk, hogy ugye azt mondjuk, hogy a háború során Ukrajna nemzeti válik, hogy most születik meg tulajdonképpen az ukrán nemzet, hogy ez hogy hat kelet-Ukrajnára? Ott teljesen máshogy van, mint Ukrajna egészében? Hát egy orosz szolidaritás van. Tehát az, aki ukrán, az már elmenekült onnan Ukrajnába, ez nyilvánvaló. Akik ott maradtak, azok többnyire öreg emberek azok még a videóban se nagyon taktikáznak, hogy az ő kultúrájukat vonták kétségbe. Ők nem lettek nyugatosok, ők nem hisznek ebbe az egész nyugati világ megsegíti Oroszországot, megsegíti Ukrajnát ebben a logikában. Ők ragaszkodnak a hagyományos szovjet kultúrájukhoz, ami az utca nevektől a táplálkozási szokásokig, a nyelvig. Ez ők úgy érzik, hogy az az ukránosítás, ami Ukrajnában megy, az ellenük van. És milyen jó nekik, Hagyják is őket békén a amerikaiak, ne akarják őket junk fooddal letetni. Hadd fogyasszák szépen a kvászt, a borscsot, meg a szovjet kultúrát. A borscs egy nagyon finom étel, és amúgy meg tele van céklával. És a cékla meg mivel van tele? Vassal! Amiből meg mi készül? Fegyver! Úgyhogy ez egy nagyon hasznos étel. Szemben a Big mac amiből meg csak hát ilyen puhány hájas nyugati lipsik lesznek, nem pedig tankok. Ukrajnában ez a mostani nemzetudat nagyon erősen kötődik ahhoz a pronáci hagyományhoz, amely a második világháborúban a szovjettel szemben határozta meg az önállóságot a németek a szövetségben. Na most itt, itt nem lehet ettől elvonatkoztatni. Tehát az ukránok nácik. Értem, Tamás bácsi. Most értettem meg, hogy mit jelent a tanítás, amiről a Putyin szokott beszélni. Ki kell iktatni a nácikat, vagyis az ukránokat? Így már tök világos. Amikor Zelenszky azt mondja, hogy nekünk a hőseink a, Bandera és a Suhévics, amikor ezt visszaolvasod magyar liberális labban is, ezt mentegetve, hogy kvázi ez része a nemzeti identitástak és a jó ügy az az ukrán oldal, akkor úgy át egy végig gondolod, hogy miket beszélnek, Atya Úristen, akkor azt kell mondani, hogy ez egy nagyon furcsa állapot, és hogyha ez igaz, akkor ezt be kell vallani. Az említett két úr valóban ukrán nacionalista volt, de a megítélésük nem teljesen egyértelmű. Bandera a Második világháború alatt a Szovjetunió, majd később a náci Németország ellen harcolt a független Ukrajnáért. Ez persze nem azt jelenti, hogy teljes egészében vállalható lenne, de mondjuk a horti az. Horti vállalható? Hát nem feltétlenül. Ehhez képest elég sokan vállalják. Horti kapcsán sincs Magyarországon konszenzus. Igen, az ukránok nagy része valóban nacionalista, de az egyszerűen nem igaz, hogy az ukránok nácik. Zseneszki már csak a származása miatt se lehet az. Szóval ez egy elég gyenge lábakon álló érvelés. És még hogyha igaza is lenne ebben az ügyben az orosz propagandának, ez sem lenne elég ok arra, hogy megtámadjunk egy szuverén országot, és civileket gyilkoljunk. Én egyébként semmilyen nacionalizmus sem szeretek. Se az ukránt, se az oroszt, se a magyart. Nekem az ukrán nacionalisták a háború előtt sem voltak szimpatikusak, és most sem azok. Nem ezért drukkolok az ukránoknak, mert hogy én egyébként az ukránoknak drukkolok, igen. De nem azért, mert imádom a nacionalizmusukat, hanem mert őket támadták meg, és mert védik a hazájukat az agresszorral szemben. Ez egy jóval fontosabb szempont annál, hogy egyébként én szeretem az ukránokat, vagy sem. És egyébként meg általánosítani sem jó dolog, nyilván az ukránok között is vannak nacionalisták, meg kevésbé nacionalisták is. A nép az nem banderista, ennek semmi értelme. Ki az ukrán nép? Az ukrán nép az egyszerű ukrán emberek, hát itt találkozó emberekkel, azok teljesen normálisak. Na, hát legalább ebben egyetértünk. Kiderült, hogy az ukránok végül is normálisak. Lehet, hogy nem kellett volna őket megtámadni. És az is lehet, hogy ha nem vagy még feliratkozva a csatornára, akkor fel kéne iratkozni. Ez egy nagyon jó ötlet szerintem. És ha mindig szeretnél értesülni az új videókról, a csengőt is érdemes megnyomni. Meg ezt a videót is érdemes megnézni itt alattam az oroszoknak drukkoló Bencsik Andrásról. Katt ide.